Az Eszterházi kastélyban a júliusi hónap műtárgyaként három szép kivitelezésű szódás üveg látható. A szódavíz, vagy más néven szikvíz, széndioxiddal nagy nyomáson telített ivóvíz. Jedlik Ányos bencés szerzetes paptanár szorgalmazta és dolgozta ki azt az eljárást, mellyel az üvegpalackokba juttatható a szénsavval dúsított víz. 1826-os évektől kezd kísérletezni, és 1842-re már Pesten üzemet hoz létre, de a szabadalmát nem váltja ő készpénzre, hanem meghagyja másoknak ezt a mesterséget, és ugye ma is nagyon dívik, hogy újra, és nem csak a műanyagi üvegből, nem csak a dusított ásványvíz, hanem bizony a régi üveges szódás szifonok is nem csak díszként, hanem használatba is előtértek. Pápán már a 19. század utolsó harmadában működött szikvízgyártó, Iglauer János. Őt követték a többiek. Az általunk kiállított három tárgy az a győri gyűjteménynek a darabjai. Egy fél literes és két darab literes van, mindegyiknek az üveg meccésén a homokfúvással a tulajdonos, illetve a gyár tulajdonos az, hogy kinek a szódavizét isszák. A kiállított palackok közül a fél literes a pápai szikvízgyár szövetkezetből, a másik kettő pedig a Hungária szikvíz üzemből és Rapoport Vilmos és fia üzeméből származik. A Hungária szikvízgyár cég tulajdonosa Edelényi Szabó László volt. A kezdetben lovaskocsival hordják széllyel fa ládákba, 6-os, 10-es ládákat gyártanak erre, és egyik oldalt érdekesség, hogy már a 20. század elején, 1904-ben Paksi Károlynál villannyal működik ez a készülék, amely a széndioxidot a vízbe és a vizes palackba juttatja. A szódavíz ma már hungarikum, a fröccsnek is elengedhetetlen eleme. A fröccs szót egyébként a legenda szerint Vörös Marti Mihály találta ki, a németes spritzer szót magyarította.